kiugró növekedéssel kezdte az évet az építőipar, többek között az ingatlan építésnek köszönhetően. A lakáspiac pörgéséhez nem csak az ingatlanfejlesztőket sürgető határidő, de a CSOK egyszerűsítése is hozzájárul. Egy szakember mégis most úgy véli, inkább távolodtak a lakásárak az átlagembertől. Tovább pörög az ingatlan piac Magyarországon. A 2008-as válságot követően az idei a legerősebb évkezdés, az építőipart pedig egyértelműen a lakásépítések és az uniós forrásokon alapuló fejlesztések húzzák. A piacon történő építkezés oka, hogy a lakásfejlesztőket szorítja a határidő, véli egy szakember. A kedvezményes 5%-os lakásépítési áfa ugyanis 2019 végéig lesz érvényben. Ezt követően csak jóval drágábban lehet értékesíteni majd az új építésű ingatlanokat. Mindeközben a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése is változik, nem csak azok járhatnak jól, akik már rendelkeznek ingatlannal, de a hazatelepülő magyaroknak is könnyebb dolguk lehet. Egy elemző ugyanakkor úgy tartja, nem közeledtek, inkább távolodtak a lakásárak az átlagembertől. Balogh László az ingatlan.com részéről, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát ugye azt olvassuk, hogy januárban 43,2%-kal nőtt az építőipari termelés, ez azt jelenti akkor, hogy ezt a 2017-es év januári időszakához viszonyították vagy mérték. Számítottak ekkora bővülésre? A mértéke meglepő, az iránya annyira nem. Ráadásul egyébként ezt a Központi Statisztikai Hivatal tette közzé, és ami nagyon érdekes, hogy a két évvel ezelőtti emelkedéshez képest tovább tudott bővülni a januári termelés volumene, ami azért nagyon érdekes, mert ha megnézzük, hogy az elmúlt három évben mi történt az építőiparban, akkor egy ilyen ingadozást látunk, egy hullámvasúton ült az építőipar, az egyik évben emelkedett a termelés, utána csökkent 20%-kal, majd emelkedett majdnem 30%-kal, és most tovább tud emelkedni az építőipari termelés volumene, ami azért jó hír, mert valószínűleg ez nagyobb kiszámíthatóságot eredményez az iparágban. Ez a volumen, ez tartható olyan szerint mondjuk most még ebben az évben, vagy akár még a következő évben, 2019-es esztendőben? Nagyon nehéz ezt pontosan megjósolni, de hogyha a tendencia az kitart az év végéig, és erre jó esélyt látunk, akkor ez kitarthat egészen 2019 végéig. Több olyan tényező van, ami ezt alátámasztja. Ugye eddig az időpontig érvényes az 5%-os kedvezményes lakásáfa, és azért a jelenlegi statisztikákban az is benne van, hogy az építőipari vállalatokat, főleg akik lakásokat építenek, szorítja az idő, hiszen a már megkezdett beruházásokat jövő év végéig be kell fejezni. Így van, mert ugye, ha nem fejeznék be, akkor ők is kénytelenek lennének ugye jóval magasabb áron értékesíteni, az pedig ugye maga után vonná azt a kérdést, hogy vajon erre már lesz-e kereső, tehát lesz-e piac kereslet. Igen, ez már most is nagyon jó kérdés, hiszen ha megnézzük, hogy például Budapesten egy átlagos újépítésű lakás négyzetméter ára már meghaladja 700 ezer forintot négyzetméterenként, akkor még egy kb. 20%-os bruttó áremelkedés az jelentősen megemelné az újépítésű lakások árát is. Kérdés, hogy egyáltalán visszaemelkedik-e 27%-ra az áfakulcs, mert ugye volt rá több utalás, hogy nem biztos, hogy ez a forgatókönyv életbe lép. Meglátjuk majd, hogy mit hoz az élet, addig még másfél év van. Ez jogszabály változtatása rengeteg idő, de azért egy lakás felépítéséhez, vagy egy projekt elkezdéséhez ennél sokkal több időre van szükség. Tehát elképzelhető, hogy most nagy emelkedést látunk, de 2020-ban csökkenni fog a bővülés. Ha az ember a klasszikus kereskedelmi modellből indul ki, akkor ugye mindig azt mondja, hogy az a három tényező a legfontosabb, a kereslet, kínálat és az ár. Kinek van ma Magyarországon ennyi pénzzel? Ne arra, ugyan ezt kérdezem öntől, aki mondjuk hosszú távon, hogyha mondjuk másfél-két évet hosszú távnak lehet nevezni, de képes arra, hogy mondjuk folyamatosan pörgesse az ingatlan piacot, tehát folyamatosan tudnak ingatlanokat vásárolni? Ez egy nagyon jó kérdés. Sokszor mi magunk is elgondolkodunk azon, hogy van ekkora kereslet az újépítésű lakásokra. Ráadásul egyre több épül most belőlük, ilyen árszintek mellett. Most már egy újépítésű ingatlan olyan alapterülettel, ami mondjuk egy családnak alkalmas lehet a megfelelő életvitelre, sokszor már 30 millió forintnál kezdődik itt a fővárosban, és vidéken sem olcsóbbak sokkal az újépítésű lakásoknak az árai.
azt látjuk, hogy nagyon sokan vannak, akik befektetési célból vesznek, Na tehát jó, már tehát ahhoz is kell meglévő tőke. megtakarításokat forgatnak be, vagy esetleg átcsoportosítanak. Most még az ingatlanpiac az egy nagyon vonzó terep, nagyon alacsony a kamat környezet, tehát hogyha máshova teszik a pénzüket a befektetők, akkor véletlenül kevesebb hozamot tudnak realizálni, illetve nagyon sokan vásárolnak hitelre is. És ez egy másik olyan érdekesség az ingatlanpiacnak, amire érdemes majd odafigyelni hosszú távon, hiszen már most is több, mint a lakások felét hitelre vásárolják az emberek, és ez a tendencia még tovább erősödhet. Ebben lát bármifajta kockázatot? Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy ilyen magas a hitelezés aránya, még nem feltétlenül nagy kockázat, inkább abban számítunk kockázatra, hogy milyen időtávra fixálják be a hitelfelvevők a törlesztő részleteiket, hiszen most akár be tudják fixálni 15-20 évre is, és a jelenlegi nagyon alacsony kamatkörnyezet, hogyha megváltozik, az érdemlegesen csak az emelkedés irányába történhet, és ez nagyon fontos lenne, hogy aki hitelt vesz föl, az egy jó hosszú távra tudja befixálni a törlesztő részleteket, hogy ne járjanak pórul, ha emelkednek a kamatlábak. A nagy válság és a devizapiaci válság nem tanította meg az embereket arra, hogy egyszerűen képtelenség biztonsággal 15-20 évre tervezni? Azért jó kérdés, mert a hosszú távú tendenciákat vizsgálva azt látjuk, hogy a hosszú távra befixált törlesztő részletekkel felvett hitelek aránya egyre nagyobb, de még mindig jelentős, majdnem 40%-ot tesznek ki az éven belül, tehát a 3, 6 vagy 12 hónapnál rövidebb időszakra fixált törlesztő részletekkel felvett hiteleknek az aránya. Tehát ebből a szempontból azért nem árt az óvatosság. Beszéljünk most egy kicsit arról, ugye a mai lapszemében említettük a családpolitikai rendszerét ugye a jelenlegi kormánynak, és ugye hát ilyenkor nem szokták legalábbis az ingatlanokkal foglalkozó szakemberek figyelmen kívül hagyni az úgynevezett csokot. Ugye most a csokon is ráadásul változtattak, könnyebbé teszik, kevésbé lesz bürokratikus, használt lakásra is fel lehet használni ugye az összeget. Ez élénkíthet valamit majd még a piacon? Én azt gondolom, hogy ez a folyamatokat gyorsíthatja be, és hogyha gyorsabbak a folyamatok, akkor ez azt is jelentheti, hogy többen tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Nagy változás az összegekben, a támogatás mértékében, illetve a jogosultak körében nem történt, inkább csak életszerűbbé vált a csok igénylésének a feltétele. Ebből a szempontból sok változás történt. Én talán egyet emelnék ki, ami élénkítheti az ingatlanpiacot, ez pedig az, hogy a használt lakás vásárlás esetén már nem kizáró ok, hogyha valaki rendelkezik saját ingatlan tulajdonnal, arra vonatkozóan... Egy per egyben. Igen, mert ugye ideig 50% volt a kritikus határ, hogyha valakinek ezt meghaladó ingatlan tulajdona volt, akkor nem volt jogosult használt lakásvásárlás után csokot igénybe venni. Márpedig azok a családok, akik mondjuk egyről szeretnének a kettőre lépni, ők is laktak valahol, tehát ez bővítheti. Mi ugye a tavalyi esztendőben, ha nem is nagyon sokat, de azért néhányszor találkoztunk itt a Start stúdiójában, és emlékeim szerint már körülbelül kora ősszel beszéltünk arról, hogy kezdett elolvadni a különbség az újépítésű lakások négyzetméter árai, illetve a használt lakások négyzetméter árai között. Ez a tendencia változott az elmúlt hónapokban. Igen, változott. Most kilőttek az új lakás árak is. A használt lakás árak áremelkedése pedig csökkent. Ez nem azt jelenti, hogy maguk az árak csökkentek, hanem a drágulás üteme csökkent, ahogy haladunk előre az időben. Viszont az újépítésű lakásoknak az árai, főként azért, mert a beruházóknak a költségszintje is emelkedik, tehát nő az építőanyagok ára, a munkaerőhiány miatt egyre többet kell fizetni azoknak a szakembereknek, akik megépítik ezeket a lakásokat, nőnek a költségeket, és ezeket be kell építeni az árakba. Most jóval drágábbak az új lakások, mint a használt. Még mielőtt mindenki arra gondolna, hogy az emberek többsége 100-200 vagy akár 400 millió forintos ingatlant vásárol, mi a legkúrensebb árfekvés? A legkúrensebb árfekvés az a 30 millió forintnál olcsóbb ingatlan, a keresők háromnegyede ebben az árkategóriában keresgél, ami azt is előrevetíti, hogy aki mondjuk egy 30 millió forintnál drágább ingatlant szeretne eladni, legyen szó akár használt vagy új lakásról, sokkal nehezebb helyzetben. Mi a helyzet a kis garzonokkal, amik ilyen örökérvényű top vásárlási kategóriák? Ezek most is nagyon népszerűek, főleg a befektetők körében és azok számára, akik mondjuk első lakást szeretnének vásárolni, hiszen a kisebb alaptörlet miatt a teljes vételár is olcsóbb.
ahhoz képest, hogyha mondjuk egy 40-50 négyzetméteres ingatlan szeretne valaki Jó, vásárolni. hát meglátjuk, hogy az idei év azért milyen változást hoz. Ezt most hogy el lehet mondani még egyszer, tehát az idei januári hónapban, az előző januári hónaphoz viszonyítva, hogy a 43,2%-kal nőtt az építőipari termelés, legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy itt szépen. voltam.